Billy, sajnálom. Csak menj, úgyis minden este elmész. Dolgoznom kell, valakinek támogatnia kell azt a sok generációnyi gyereket, aki utál. Hello? Andy. Naomi, merre vagy? Rehabon vagyok. Mi? 90 napig most itt leszek bent. Egy pillanat, mi? Mennem kell. 90 napig? Szuper leszel. Mizu apu. Naomi rehabra ment. Ez komoly? Gyógyszerfüggő. És elhagyott. Nem tűnsz meglepetnek. Nem tudom, azért ez nem akkora meglepetés. Nem meglepetés. Hol van anya? Anyának haza kellett utazni a nagyihoz. Tudjátok, a nagyi öreg és... A nagyi egy idős veled. Dehogyis. Dehogyis, jóval öregebb nálam, de hagyjuk. Nem állnak jól a dolgok a galériával, sok a bérleti díj. Úsztok az adósságban. Tagadásban vagyok. Megoldod, mama. Vigyáznál a gyerekekre? Sosem kérem a segítséged, igaz? Erre tényleg válaszoljak? Mostanában. Hozzátettem volna. Épp mondtam volna. Miért azt mondod mindig, hogy a te apukád? Nem mindannyiunk apukája? Hát én... 27 évvel idősebb vagyok nálatok, ami testvérek között hihetetlen. Kivéve talán Ellie-ben. Idén. Elképesztő, hogy a kicsimnek kicsije lesz. Mostantól ilyenekre is jársz. Szülői értekezletekre. Veled is csináltam mindent. Soha. Nem már. Hát nem jó a kapcsolatunk? Hát, amikor annyi idős voltam, mint Billy és Moses, alig láttalak. Fogalmat sincs róla, milyen feszült most a helyzet. A feleségem festette, igen, külön váltunk. Nem tudom, ez most miért fontos. Tudod, milyen nehéz látni, hogy hirtelen az év apukája lettél? Olyan arcodat látják, amilyet én sohasem. Tudom. Csak ne sírj, mert ha sírsz, én is sírom. A végén igazából csak három dolog számít. Mennyire szerettél, milyen szeliden éltél, és milyen hálásan engedted el azokat a dolgokat, amelyek már nem jelentettek semmit. Mondjátok ki azt a szót, ami jellemzi, hogy mire van szükségetek. Egyszerre kiáltjuk ezeket a szavakat. Segítség! Háromig számoltam volna. Apák gyöngye. Október 17-től a mozikban.